Ezeket a hatalmas és csodás fákat több mint 100 évvel ezelőtt telepítették el a Dunakanyarban. Ez Leányfalu egyik leglátványosabb fasora. A vadgesztenye, más néven bokrétafa, lógesztenye, az Aesculus hippocastanum. Idős korára óriási méreteket ölt ez a fa, eléri a 30-35 métert is megnyúlt koronája. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, ses fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Májusban nyújtja a legszebb látványt ez a fa, amikor az óriási koronájának a szélén tömvetelve virágoznak ezek a nagyon nagyméretű fehér bugákban lévő virágok, és hogyha a virágokat egy picit közelről megnézzük, akkor lehet látni, hogy pöttyözöttek sárgán és pirosan. De nem csak virágjában nagyon szép ez a fa, hanem már kihajtáskor igazán különleges, hiszen az ágvégeken nagy barna ragacsos rügyekből törnek elő erőteljesen a hajtások, és ahogy előbb bújnak, a levelei már rögtön lehet látni a bimbókat, és azt, hogy már nem sokára virágozni fog a fa. Tulajdonképpen egy erőteljes növekedésű fáról beszélünk, de amikor ez fiatal, és hogyha metszve van, akkor sok esetben találkoztam már olyan példányokkal, hogy alulról több törzses, és egy igen vastag, erőteljes, magas, térelválasztónak alkalmazták ezt a fát. Tokterméseket hoz, zöld tokterméseket, amelyek kicsit tüskések, és ebben van a jól ismert gesztenye bábúkat is szoktunk belőle készíteni, a jól ismert magja, ami tulajdonképpen emberi fogyasztásra nem alkalmas. Vattakarmánynak szokták használni, de ugyanakkor a szaponin tartalma miatt mosáshoz is használják a vadgesztenyének a magját. A levelét nagyon jól meg lehet különböztetni egyébként a jól ismert szelíd gesztenyétől, hiszen ennek jellemzően ilyen ujjasan összetett levelei vannak, míg a jól ismert szelíd gesztenyének hosszúkás levelei vannak. Egy napsütötte, üde talajt kíván és helyet kíván ez a fa. Gyógyászati célra is föl szokták használni, gyulladáscsökkentő és ilyen keringési rendellenesség ellen is hatásos. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Közel 15 éve károsítja a vadgesztenyét hazánkban az aknázó moly. Addig, ameddig kisebbek ezek a vadgesztenyék, sokkal könnyebb védekezni ellenük, hiszen a vegyszereket könnyebb kijutatni a kisebb méretű fáknak a koronáira. Akkor, amikor már terebélyesek és nagyon méretűek ezek a fák, akkor jellemzően injektálásos módszerrel szokták védeni, tehát magukat a vegyszereket a kérekbe jutatják be, és így tudják megvédeni ezeket a nagy fákat. Egy ilyen különleges, piros színű vadgesztenye mellett állok. Manapság napjainkban már egyre többször találkozhatunk ezzel a húsz színű vagy piros színű változatokkal, mint az Aesculus cornea is ilyen. Ezek a fák, ez jellemzően, ez most egy ilyen körülbelül 10 méteres, egy fiatalabb példány, ami általában idősebb korában sem nő akkorára, mint az alapfaj, nagyon különleges a virágszíne, de amiben még a jelentősége van ezeknek a rózsaszín és húspiros fajtáknak, hogy sokkal jobban ellenállnak az aknázó moly kártételének. De ezen kívül választhatunk már napjainkban sárga virágú vadgesztenyét is, például az Aesculus flávát. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'ait jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
A vadgesztenye öltözteti a kertet óriási lombjával, hatalmas árnyékával, igazi hangulatot teremt. Azonban mielőtt ezt a fát választanánk, érdemes átgondolnunk, hogy hova ültetjük a kertbe, hogy van-e elegendő hely számára. Érdemes még a telepítés előtt megnéznünk a háztól való távolságot, kerítéstől való távolságot, a légvezetékek jelenlétét, esetleg a környező növényeket is, hogy megfelelően nagy helyet találjunk ennek az óriási fának, hiszen egy ekkora kis csemetéből igaz, hogy hosszú évek alatt, de egy ilyen gyönyörű fa fog növekedni. Tehát a vadgesztenye az egy hosszú életű, egy nagyon szép díszfa.